Sziasztok! Sziasztok! Free Guy, a Szabad Ember című filmet végül ez, megnéztük. Nekem ez a címe magyarul? Nem, szerintem nincs is magyar cím, vagy legalábbis én nem tapasztaltam. Hát én annak idején beraktam ezt az egyik olyan videónkba, ami ugye aztán teljesen fölborult a vírus miatt, hogy mit várunk a legjobban. Amit de várj, aztán nem 2020-ra szerintem volt. Szerintem az 2020-ra volt. Hát, hogy a top 10 videó vagy film, amit a legjobban vár az Ábel 2020-ban. Igen, és én akkor, hát ugye tudjátok, a felhozatal ott nem volt valahogy annyira erős, és akkor nekem nagyon tetszett ez a történet, mert nagyon megfogott az, hogy van egy ilyen, ez a non-playable karakter, ugye, tehát ez a nem játszható NPC karakter, egy videójátékban is, hogy ő felébred, és hogy ő... Öntudatára ébred az NPC. Nekem ez nagyon persze egyedinek tűnt, ráadásul én a Ryan Reynolds-ot azért... Igen, tudom, túlidétlen is sokszor, de én ezt a srácot, ezt kedvelem. Tehát szerintem ez egy ilyen jópofa gyerek. Egy szeretnivaló, túlpörgetett hülye. Igen, jó, de nekem a Deadpoolnál is. Szóval tetszik, hogy ő nem PC, és szerintem ez tök jó. Én a mai világban nagyon megbecsülöm, ha valaki nem ilyen PC. Jó, de a Deadpool az, ami nem PC, és a Deadpool volt az az első... egy NPC. Szerintem az ilyen volt az első olyan filmje, amiben működött az ő humor, az összes többibe irritáló volt. Jó, de voltak neki az Eltemetve például, minden, vannak neki jó filmjei, mindegy, nincs ebben a sráccal semmi baj. Ráadásul a valószínűleg hosszú combú Blake Lively-val jár, amit szintén örömmel konstatálok én. De ez most mindegy. A lényeg az, hogy amikor kijött a második trailerre bemutatója ennek a filmnek, akkor már elkezdtem revideálni a nézetemet, hogy mondom, ez hülyeség volt, tehát szerintem ez nem lesz jó, amit én mondtam. Ezt ennyire vártam, és most elmentünk a moziba, és hát nem mondom, hogy most ezt újra betenném a legjobban várt filmjébe. Bármelyik évben, de nekem nagyon tetszett, ezt hozzáteszem. Szokás szerint nem beszéltük meg ugye a Gyurival, hogy mi a véleményünk róla. Én úgy gondolom, hogy ez egy bőven szórakoztató film volt, lesz akinek majd nem tetszik ez a vélemény, de ezért vagyunk. És ráadásul az egyetlen, jó nem igaz, nem az egyetlen, de talán az egyik legjobb amerikai attitűdöt sugározza, ezt a végtelen optimizmust, azt igazából sokszor jó látni. Tehát ha valamit át kéne vennünk ettől a néptől, a sok szart, azt nem. Ez viszont szerintem jó, igen. Ez a derű viszont keveredik egy végtelen infantilizmussal. Bárgyúsággal, ez természetes, igen. Az a baj, hogy a... Mindig ezt mondom egyébként, hogy az a baj, nincsen sokat baj. Ma, tehát nincs ezt baj. Kell, látod, ezért kell igazából nincs baj ezzel a filmmel. Tehát annyi, hogy félig meddig bárgyú, meg debil. Ugyanakkor közben azért vicces is. Viszont a Taika Waititi, őt kiszúrod akkor is, hogyha soha nem hallasz arról, hogy most neki köze volt ehhez a filmhez, vagy sem. Tehát lehet érezni, ő a bárgyú humornak a forrása. Egyébként a Ryan Reynoldsnak szintén ilyen humora van. Tehát most a kettő elegyéből lehetett volna valami sokkal rosszabb is. De igen, tehát hogy ezek az emberek olyanok, hogy túltolják a poénkodást, az idétlenkedést, és a poénoknak a fele az egyszerűen tényleg csak gagyi és irritáló. A másik felén viszont röhögsz, tehát hogy amúgy jól szórakozol, csak néha egy kicsit sok. Egyébként a Taika Waititi ebbe szerepel is, és nagyon durván sok ő sokszor. A viselkedése, a gesztusai, és ami még egyébként elviselhetetlen, és ezért mindenkinek tényleg könyörgök, hogy nem magyarul nézzétek. Tehát az a nyelv, ahogyan itt megnyilvánul mindenki. Az, én nem tudom, hogy milyen generáció az, aki ilyen nyelven beszél. Förtelmes. Tehát a banyekoktól elkezdve, a nem tudom, Greenbus, akkor hapsi, tehát az összes olyan szó röpköd benne, amit senki nem beszél így. Igazából az a fő probléma ezzel, hogy jót akartak itt az alkotók, és ők nyilván nem számítottak arra, hogy ugye, hogyha nem káromkodhatsz egy filmbe, már pedig ha be akarod lőni 12-es, 13-as korhatár, akkor nem káromkodhatsz benne, na akkor jönnek ezek a hülyeségek, amik egyébként angolul ugye nem hangzanak szerintem annyira sem. Tríül, biztos, mert az, hogy azt mondod angolul, hogy a-hole, az... Vagy lehet, hogy nekik rosszul. Az éhol az jobb, mint az S-fej. Igen, feltétlenül. Ugye erre gondolunk, tehát ez nem működik. Nem is ez talán a fontos itt, hanem az, hogy vizsgáljuk meg, tehát, hogy amit akart a film, az nagyon jó, mert egyébként egy görbetükröt szeretett volna állítani a gaming társadalom elé. Egyébként szerintem ez részben sikerült. Tehát, hogy akiket úgy neveznek, ugye, hogy geekek, nem tudom sajnos, hogy erre mi a legjobb. A kockák? Vagy kockák. A kockák elé. Ugye eleve az, hogy ebben a játékban, és akkor itt most egy picit átérünk a történetre, a Free City nevű játékban játszódik ez a film, és ebben természetesen nem tudja a Ryan Reynolds-nak ez az NPC karaktere, hogy ő hol van. Ő éli ezt az ilyen kicsit olyan életet, mint a Lego Movie-ba a központi karakter, ami egyébként nagyon hasonlít ez a filmhez annyiban. De a Truman Show-t is mondhatnám. És hát a Truman Show is benne van természetesen, majd eljön itt a határ, ugye szó szerint is.
De hogy az a karakter ott bent, az egy kicsit pont ezt éli, amit itt a Ryan Reynoldsnak ez a Guy nevű karaktere, még ez is jó, hogy ő ilyen a senki, vagy az ilyen teljesen átlagos személy. És hát emögé egyébként kanyarintva van egy jó történet, ami még egyszer mondom, azért egy kicsit társadalomkritikus a maga módján, mert hogy ezt az ilyen fals alteregókat használó, nyilván mindig a gép előtt ülő, egy alternatív világban nem a saját életét élő embert egy kicsit azért kigúnyolja. Hát igen, meg olyan embereket, akik a saját életükben végtelen szánalmasak, de itt bent ilyen, ők a Janik, tudod. Ők a Janik, így van, nem sütjük most el nektek, de lesz benne a trailerben, azt hiszem, hogy nem látható színész, akinek a feltűnése itt isteni jó egyébként. Most nem is tudom, hogy kire gondolsz. Hát arra, aki az egyik legjobb hős itt a játékban, és őt egy ilyen igen. nagyon gáz. De ezen kívül a VR-os srácok is szinkront adnak itt egyik másik gamerhez. Igen. Ami nyilván jó nekik, meg hát természetesen üdvözöljük az ő sikerüket. Hozzátéve is majd erről talán egyszer beszélünk, de abszolút nincs hely ebben a videóban, hogy nekem mindig fura, mert nekem az ő stílusuk is egy kicsit a valóságban olyan talán, mint amit egy kicsit számon kérünk ezen a filmen, bár ők káromkodnak mondjuk, de nem szerintem csak az egyik ő kiabálós. Igen, szóval egy kicsit ilyen túl harsány, vagy olyan értelmetlen harsány, de ez a videó most nem erről szól, majd arról is beszélünk, ha itt az ideje. Na mindegy. Szóval a Ryan Reynolds csípőből tök jól hoz egy olyan figurát, ami egyébként szerintem nagyon szerethető, ezt a bárgyú, de egyébként nagyon jó poénokkal operál. Barbie-ken valahol. Igen, de jó a szövege neki. Neki jó a szövege. Jó tény, hogy vannak jó poénjai. Jó poénjai vannak, és igazából ebben a filmben ül, amit nekem észrevétem volt a film közben, hogy amennyire nem működnek a videójáték adaptáció filmek, és sorra buknak meg, még úgy is, hogy azt mondjuk, hogy a Tomb Raider nem egy olyan rossz film, a legutóbbi, de azok nem működnek, de amik működnek, azok a filmek, amik arról szólnak, amikor bemész egy videójátékba. Mi volt az a másik? A Ready Player van, nekem nagyon jó bejött. Látod, itt is igazából mi is, akik, hát a Gyuri azért nagyobb gamer, mint én, tehát szeretjük a videójátékokat mind a ketten, ti is nyilván valamennyire, és hogy azért ilyen szemszögből nézve is egy kicsit mindig izgalmas, hogy tényleg akkor most egy videójátékban játszódik egy film. Ez igen. Nekem tetszik. Ráadásul ez a Truman Show-s vonulat, hogy van a személy, aki nem tudja, hogy a Alice csodaországában él, egy kicsit Matrixos is nyilván ez a hangulat. Ez nagyon jó. Tehát azt gondolom, hogy amit én annak idején elvártam, vagy vártam ettől a filmtől, az bejött. Persze, és azzal együtt meg tudok maradni egy tök jó humorforrásnak. Persze. De azért beszéljünk arról is egy picit, hogy arra is rávilágít a film, hogy mennyire durva az a mészárlás, igen, amit a valódi emberek művelnek a játékok világában. Igen. Tehát itt azt hiszem ki is mondják, hogy mit egy nap alatt? Ugye azt mondják, hogy egy nap alatt 1 milliárd NPC-t ölünk meg átlagosan. Igen. És egyébként tény, hogy bármivel játszottuk, imádtuk ezt. Tehát az Abel volt a legnagyobb hentes a GTA-ban. Ah, jó, de véletlenül. Mit csinált? Jó, mindig véletlenül. Nagyon gyorsan, maxigázon vezetett a hülye, és állandóan így belement emberekbe, és tudod, csak azt hallottad, hogy recsen a gerinc, meg ilyenek, és az Abel mindig annyit mondta, hogy hopp, bocs, vigyáztam, sorry, tudod, és ott hullottak a játékban is úgy vezettem, ugye, hogy a valóságban, csak hát a valóságban nem történik ilyen. Na de azért azt hozzáteszem, most így mielőtt egy fals kép készül rólam, hogy ez az egész történet, és tényleg történeti szempontból ott indult el, amikor megjelent a piacon a Carmageddon nevű játék, mert ott vált, egyébként szerintem ez egy történelmi fordulópont, ott vált céllá az, hogy minél több embert ölj, ártatlanokat. Hogy ártatlanokat ölj, hogy elektrosokkolt, földgyújtsd. Így van. Igen. Megjegyzem, hogy nekem ez nagyon nem tetszett, már akkor sem. Én élveztem. Én ezt egyáltalán nem pártoltam ezt a dolgot, és egyébként most itt a GTA-s hasonlattól eltekintve én próbáltam minden játékba úgy vigyázni. Mert egyébként nem is játszottam olyan sok játékkal a NPC-t. Bárben nem, akkor lehetős, na, elismerjük. De az tény, hogy az erőszaknak a teljesen fölöslegességére és droghatására is fölhívja a figyelmet ez a film, és megpendíti azt a húrt, hogy hát milyen jó lenne például egy olyan ilyen MMO játék, amiben nem PvE, az erőszak. PvE, létezik ilyen. Úgy hívják, hogy PvE. Igen, és az Player versus Elements.
Ja. Vagy Environment. Vagy Environment. Tehát, hogy nem PvP, vagyis player versus player. Aztán, de érdekes. Saci például nem szereti a PvP-t. Sose játszik PvP, mert idegesít, hogyha valaki köcsög gyerek odajön és megöli. Szóval idegesít. Igen, és ez valahol érthető. Hát neki tetszeni fog például ez a film, és egyébként tetszhet is, mert mondom, minden limonádé bárgyusága ellenére egyébként szerintem ez akar valamit mondani, és én azt gondolom, hogy szerethető is. Nem váltott meg semmit. Most, hogy az volt a kiindulási pont, vagy a szándék itt, hogy tényleg itt neveljék a népet, azt én nem tudom. Ez szerintem ez lehet egy melléktermék is. De mindegy, mert ha benne van ez, akkor jó. Igen. Tehát... Szerettem volna, hogyha a két nem virtuális karakterünk, tehát azok két személy, aki körül forognak itt az események, azok egyébként egy kicsikét nevesebb színészek, rangosabb színészek, nem tudom, ez mennyiben zavart téged. Engem nem. Akkor jó. Mindenesetre engem egy picit zavart, én örültem volna talán ott két olyan nevesebb húzó névnek, de mindegy egyébként. Nekem én a Ready Player One-nál se zavart. Hát a Tyshereden azért... Jó, de a lány például ki volt? Előtte soha nem láttad semmibe. És teljesen jó volt. Ez igaz, ez igaz. Ez igaz. Nézd, ezek ilyen coming of age karakterek, nincs olyan semmi. Jó, ez tény. Ezt így el tudom fogadni. Felülírom a nézeteimet ezért. Jó, ti meg, hogy felülírjátok a nézeteiteket, vagy nem, az majd kidől a moziterembe, és amikor onnan visszatértetek, vagy már egyébként vissza is jöttetek, akkor írjátok le feltétlenül, hogy mit gondoltok erről. Meg hát egy kicsit beszéljünk arról is, hogy mivé tesz minket a virtuális élet. Nyilván ez egy unalmig lerágott téma, de azért tudunk a komment szekcióba talán új és jó gondolatokat hozzátenni ahhoz, hogy mi lesz velünk egy MMO nem valós világban. Az, hogy mi lesz velünk itt, azt tudjuk, még pedig az, hogy vissza kell jönni. Sziasztok! Sziasztok. We'll be right back.